Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyunk egy újabb Diablo 3 epizóddal, itt van velem Taz. Sziasztok! És most valamit állít a nehézségi szinten, meg mit tudom én, valami ilyesmi. Na, és tudom, hogy nagyon nem érdekelnek az alapdolgok, de bizonyos dolgokat el kell mondani, különben elveszíted az információt. Tehát ez a rész most, így a nézőknek mondom, információ átadásról fog szólni. Na, szólj, hogyha sok az info, jó? Itt a kanál. Itt igen, lényeg az, igen, mi ez? Ez a Canals Cube. Ha rányomsz, akkor van egy ilyen kis crafting table adott középen, meg alul vannak ilyen, van négy slot, meg van egy kicsi könyvecske. A kicsi könyvecskét, ha megnyomod, akkor kinyomja egy ilyen page-től 1-től 10-ig, hogy milyen alapanyagokra van szükség milyen craftinghoz. Ezeket a felső crafting alapanyagokat, hogy Kandarons rune, Calderon, tehát ez a pillangóska, kicsi hús, kicsi só, kicsi ez, holy water, ezeket két módon tudod gyűjteni. Az egyik, amit mondtál, hogy a térképen láttál felkiáltó jeleket, hogy akt 1, akt 2, stb. Várjál, és ez miért jó, hogy ez így mindjárt van? Mindjárt elmondom ezt is, csak egy témába hagyjusok a végére. Tehát a crafting alapanyagokat vagy a bountyból szerzed, mindegyik aktból egy fajtát szerzel, 5 darabot. Tehát ahhoz, hogy tudj egy ilyet craftolni, mind az 5 aktba a bountyt le kell tolni. És akkor lesz 5 ilyen alapanyagot. 5 emlékszel? Lehet, hogy tévedek a számba, és nem 5, hanem 10, de mindegy. Nem tudom, hogy mit craftolunk, okay, tehát minek gyűjtenünk. Tehát az első, page 1, az azt jelenti, hogy extract legendary power. Ha van legendary itemed, tehát ilyen narancssárga itemed, nem citrom, hanem narancssárga, akkor a legtöbbnél látsz egy ilyen kis aranyszínű, vagy narancssárga színű feliratot. Mit tudom én, valamit mondjál, légy szíves, mert nem látom a képernyődet. Hát van valami paralízis, 13 egész, akárhány tized weapon, okay. Damages, lightning, mit okay. tudom én. És ez egy fegyver, vagy mi? Gyűrű. Okay. Ez egy gyűrű. Látod, hogy alul, ott a crafting table alatt van 4 slot. Egy fegyver, egy armor, egy gyűrű, és egy fegyver, de az tulajdonképpen egy mindenes slot. És ezeknek a kifordított, tehát ezeket a narancssárga színű passzívokat tudod ezzel a craftinggal levenni a ruháról, és betenni aha. ebbe a pluszba, ami mindig aktív. És ez pluszba, ez a passzív működni fog rajtad, azon kívül, ami a ruháit tud. Tehát nekem például most van egy olyan... Hát, tehát magyarul, ha összeszedünk egy legendarit, akkor ezzel kiforgatjuk belőle, és az véglegesen rajtunk marad. Így van, és az is fontos, hogy ezeknek mindig van egy szintje. Például van nekem most egy olyan itemen, ami azt mondja, hogy increases damage against elites, by, és mit tudom, én azt mondom, hogy 25%. Jó, de most beleraktam a gyűrűt, igen. Nincsen alapanyagod, nem tudsz craftolni még, mert nem bountyztunk. Értelek, jó, oké. Okay. Jó, tehát azért mondom, hogy elmondom gyorsan. Ezeket tudod kifordítani, és ezek nagyon-nagyon fontosak ahhoz, hogy milyen lesz a builded, hogy milyen lesz a végső damage-et, hogy mi mivel kombinálhat össze, mert az egész erről szól. Hát de gondolom, akkor itt lehet a végtelenségig gyűjteni, hogy kivegyük a narancssárga dolgokat. Nem, mert nem kell az összes azot, tehát nekem most összesen, mit tudom én, van 8 itemem, amit kiszedtem, és kiforgattam, és az mondjuk elég a nekromancernek, meg a varázslomnak. Ja, értem. Jó. Na, ha lapozol egyet page 2-re, igen. akkor az egy Reforge Legendary. Igen. Ez egy viszonylag drágább craftolás. Itt az a lényeg, hogy egy meglévő legendary itemednek a statjait tudod újra kalkuláltatni. Mert ugye, ha ráviszel egy itemre, mondjuk vidd rá a fegyveredre, csak az egeret, igen. és nyomsz egy kontrollt, akkor kiírja a statokat, hogy miközé eshetnek az egyes statok. És ahhoz képest neked mennyit van. Uh-huh. És ezzel a reforge-al tudod hát így növelni az esélyt, de ez csak egy dolog. Ha elmegyünk a page 3-ra, igen. akkor ez egy viszonylag olcsóbb, relatív olcsóbb craftolás. Ennek az a lényege, hogy sárga itemből tudsz
vagy legendary-t, vagy set, tehát zöld itemet csinálni. Uh-huh. De az, hogy miért, az random. Mindig a klasszodnak megfelelőt csinálsz, de hogy melyiket azokból, az random. Értem. Page 4. Igen. Convert set item. Egyértelmű, van egy setted, ami mit tudom én áll 5 itemből, és mit tudom én, sapkából már van 3-at, de hiányzik az a kurva chest, akkor az egyik sapkádat fogod és elkezded forgatni. Nem biztos, hogy a hiányzóra forgatja, tehát ugye át tudod forgatni, és így meg lesz a setted. Értem. Page 5. Igen. Elég egyértelmű. Egy bizonyos itemednek, ott van, hogy vannak gemek. Az nem csak ezek a narancsárga, meg nem tudom milyen gemek vannak, amiket a ruhákba teszünk, hanem a Greater Rifteknek a végén kapsz egy legendary gemet, ami bizonyos passzívokkal lát el. Például, ha megölsz egy elit mobpakkot, utána 10 másodpercig 25%-kal többet sebzer megint csak a mobokra. Meg ilyenek. Uh-huh. És ezeket nyakláncba, illetve gyűrűkbe tudod belerakni. És ezeknek is van szintjük. Ha halál nélkül végigmész egy Greater Riftet, akkor 4 pontot tudsz kiosztani egy gemre, de ezt nem feltétlenül kell ugyanaz a gem legyen, de el is oszthatod, stb. Ezért van az, hogy itt az 5. oldalon azt írja, hogy rang 25 pluszos gem, amiből kell egy, ez is mint crafting alapanyag, tehát utána ez eltűnik a levesbe, meg uh-huh. kell egy item. És az arról, mit tudom én, 70-es szintű überállat itemről leveszi a item szintet, tehát egy egyes szintű karakternek is oda tudod adni utána. Tehát level 1-en is fel tudsz öltözni. Uh-huh, igen. Okay, page 6. Konvertálod a gemeket. Így van, pirosból, narancsárgába és a többi, ezekhez ilyen alapanyagok kellenek, amiket pénzért meg lehet venni. Egy árustól. Oké. Okay. Page 7. Ezzel alapanyagokat tudsz átvariálni, itt van, hogy melyiket mivé. A page 8, a page 9 és a page 9-ig ez mind ugyanez. A page 10 az egy nagyon érdekes történet, mert hogy az egy dolog, hogy vannak a legendary itemek, mindegyikből létezik egy olyan, hogy ancient legendary item, ennek kisebb a százaléka, hogy dobja, de azért nem megtalálhatatlanul ritka. Igen. Amiknek jobb a statja, és valószínűleg erősebbek. Ezeket az ancient itemeket mindegyikből azt hiszem egyet, vagy talán összesen kettőt, vagy valami megkötés van, lehet, hogy itt az alján le van írva, mindegy. Az a lényeg, hogy azt még egyel brutálisabb szintre tudja craftolni. És itt van. Látom, belerak mindenféle gemeket, meg... Igen, és akkor megvan, hogy mit tudom én, a fegyverhez kell egy 30-as pluszas gem, egy ancient item, tehát eleve ugye egy ancient-öt tudsz feljebb rakni, illetve kell hozzá három ilyen, három olyan, három amolyan, és három amolyan... Egyfajta ezekből. Egy? Van a befollowing, igen. Igen, mert az a lényeg, hogy ha például narancserget teszel, akkor intellektre húzza azt az ancient itemet. Tehát mindig annak megfelelően fogja húzni. Hogy... Jó, értem. Tehát, hogy ez egy ilyen tovább buffolása az itemnek. És akkor ezen kívül még, ugye ez volt a crafting rész. Ennek ez a része. Van még egy része, hogy a sima, nem, bocsánat, a Greater Rifteknek a végén, sima riftet kell menni ahhoz, hogy kapjál kulcsot a Greater Rifthez, ez egy dolog. Greater Riftnek a végén kapsz Bloodshardot, meg vannak olyan goblinok, amik Bloodshardokat dobnak, azokat pedig itt tudsz vásárolni ennél a néninél, és ott van egy külön fegyver, meg armor, meg trinket. Ja, látom, ezek a Bloodshardok, ezek a kis piros izék, igen. Igen, nem azt mondom, hogy mindig legendary-t ad el, sőt, de mondjuk azt mondom, hogy 15 itemből egy legendary lesz. Értem. És mindig kasztodnak megfelelő. Értem. Na most, vannak a bountizások, amikor az aktokat ezekkel a küldetésekkel farmoljuk. Ebből jön az alapanyag. Van igen. A riftezés, amikor jön a Death Breath alapanyag az elitekből, illetve sok item jön. Igen. Illetve ott kapjuk a Greater Rift kulcsokat. Utána vannak a Greater Riftek, amiket lehet tolni a végtelenségig. Magasságban értem ezt a végtelenségiget, tehát hogy nehézségi fokban. Illetve vannak bizonyos, az elején úgymond feladatok, amiket te meg tudsz nézni, hogyha kilépsz a Leave Game-be,
máshol nem tudom, hogy hol kell megnézni, máshol is meg lehet, de én csak ezt tudom. És hogyha a live game-ben ott a karaktered jobb oldalánál van egy ilyen, hogy szezonál, challenge, nem, mi a neve? Nézd, itt van egy ilyen, hogy menjünk a Nephalisk Riftbe. Igen, mindjárt megyünk egy riftet, jó. Na, és az a lényeg, hogy van egy ilyen challenge, hogy mit tudom én, maximumra húzd fel az összes ilyen kraftolósat, hogy az a kovácsolt, a stb. Akkor szerelt föl az egyik követődet. Ez achievementezés. Nem. Ezek challenge-ek, amiket teljesíteni kell, feladatok. Öljük meg ezt, öljük meg azt, és ha ez mind megvan, akkor az első teljes szetteted így odaadja neked a játék. Uh-huh. Négy szintje van, ennek most a nagy részét, a ki öljük meg ezeket, már a sztori alatt teljesítettük. Értem. Ennyi. És ezt lehet így fokozni. Na, menjünk egy rifte. Hát, itt mutatja valami nefelem, obeliszk. Igen, nefelem a felső, és accept. Igen. Bum. Nyitjuk, bemegyünk. És akkor innentől kezdve ez hentelde. Próbáld megütni őket. Na akkor... Üss beléjük, nézd meg a HP-jukat. Mi? Jó, úgy. Sárgákat. Hát itt... megütni se tudom őket, hello. Most nem, de megyünk 2-3 kört. Összejönnek szépen az itemek neked. És utána simán megvesz, mert neked is dobja. Tehát, hogy egymásnak tudjuk adni, úgyhogy ne izguljál. Fölöltöztetünk hamar. Ja igen, ezt nem mondtuk el egyébként a nézőknek, hogy Taz bejött varázslóval. Én itt lootolok, hát te, mit tudok igen, csinálni? Igen, gyere utánam és lootolsz, így van. Szóval varázslóval jött be a Taz is, mert hogy most éppen az én varázslómat öltöztetjük. Vagy mi. Így van. És nekem például most egy olyan buildem van, ami nincsen benne szettitem. Minek lövöm őket? Tök fölösleges. Hát... igazából... jó. Igen. Hát ez aztán az élvezetek maximum. Nem. Megyek mögötted és te mindent nem, megölsz. Azért mondom, hogy ez most csak egy szint, utána visszajövök én is a kicsimmel. Csak hogy valamennyit szedjünk neked össze, hogy egy picit életképesebb legyél. Nem sokat. Nem akarom én ezt csinálni, mert kurva unalmas neked. Ebben egy-kettőt megyünk és annyi. Jó? Mert különben tényleg nem élvezetes a játék. Ezt nagyon jól tudom, amikor én a túloldalon vagyok. Gyere, megyünk a következő szintre. Ja, azt hittem ez volt egy rift. Nem, a sárga csíkot jobb oldalt látod? Igen. Annyit kell ölni, hogy meglegyen. Ez a szépen megy fölfelé. Jó. Ez így azért. Igen. Hát nem tudom, tehát hogy... értem, megyünk és ölünk, de... nem, azért mondom, hogy vissza fogok váltani, ne izgulj, és hogy neked is élvezetes lesz. Csak gondoltam, hogy egyet megyünk, meg hogy... meg ha akarod, akkor azt elmondom, hogy például ennek a varázslónak milyen varázslatai vannak beállítva. Nagyrészt ugyanaz, ha érdekel. Ha nem, akkor nem. Hát a tippre mondom, ez inkább játékstílus kérdése, nem? Egyik oldalról igen, a passzívok miatt bizonyos szintig nem. Ezt nem hiszem el, rossz felé jöttünk. Igen. Akkor merre? Látom a paragon levelet, és úgy lépegetjük, hogy időnként osztunk rá pontot, mert amúgy minek... ja, persze, 10-20 szintenként. Nice.
Legendary dobott már neked? Nekem még nem, sajnos. Nem. Nem, még nem. Nem baj, mindjárt a végére érünk egyébként. És akkor visszaváltok, hogy legyen élvezeti faktor is a játékban. És úgy fogunk bántizni. Na, várj egy kicsit. Nekem most dobott például egy fegyvert, amit én fölveszek, kiforgatom, és utána átadom neked, és megnézzük, hogy jobb vagy nem jobb. I betű, sárd, nem jobb. Nem jobb, oké. Mekkora mostan ennek a damage-e? 182 000. És úgy, hogy nekem ez a karakter ilyen, amilyen, én T13 fekszem. Instant. Tehát ennyivel nehezebbek az egyik T a másiknál. Látod, itt is most csak két szintet. Jó, de hát mondjuk mi most T3-ba vagyunk, nem? Mi? T2. Na, megjött a boss. Hol? Itt, ez a köpködös. Az, amelyik ott lefekült. Jó, ebben már vannak izék. Na, akkor azt vedd föl szépen. Legendary zacsik, nem tudom mi volt benne pontosan. Na, akkor vissza. Teleportál vissza. Cuccokat itt hagyjuk? Milyen cuccokat? Nem tudtam mindent felszedni. Nem baj, teleportál vissza. Sárgákat, kékeket, annyit veszel fel, amennyi elfér a táskádba, innentől kezdve. Az csak elcraftolok legendary-re, vagy mi az már alapanyagnak. Bezárom. Na nézem az inventory-t, hogy mi lett benne. Mindenféle achievementek vannak. Hát, jó. Hol szanetelek ki? Hát itt, itt. Hol a ko? Ja, itt a kovács. A kovács, így van. És akkor ledarálok. Ledarálsz, így van, ami nem kell, azt ledarálom. És a bloodshardokat elköldöd itt a néninél. Leginkább először mindegyik ruhából vegyél egyet, hát ha valamelyikből jobb lesz. Mert van nálam ez a könyv, ezzel mit kell kezdeni? Rányomsz, és akkor megtanulja, és akkor tudsz craftolni valami legendary itemet. Nem, azt mondja, hogy a blacksmithnél, hogy hogyan kell legendary akármit craftolni. Hogy? Ez az? Ez a blacksmith, igen. Mert a könyvre... Aha, most. Valamit megtanultam, oké. Okay. Igen. Oké, és a néni, ja, ez az. Néni az itt. Nem tudok fegyvert venni. Nem, fegyvert, nem ruhából. Mennyi sárdod van? 47. Akkor egy valamit tudsz venni, ruhát, armort, valamit. Uh-huh. Ja, látom, sisak és level 16-osok. Milyen level 16? Ja, azzal ne foglalkozz. 70-es szintű lesz a szinte. Veszek egy ilyen beltet, igen. És... Jó, ez mondjuk jobb, mint ami rajtam volt. Igen? Jó. Na, és akkor ez volt egy rift. És akkor így lehet menni, de akkor visszamegyek, mert ez így nem élvezetes. Visszaváltok a másikra, meg... Jó? Igen? Másodperc, csak switchelek. Oké. Okay. És... Egyszerűen a live game-be odalépjél el, mert akkor ne visszabeszem a nehézséget, jó?
Tehát hogy a választóképernyőre, vagy hogy mondjam. Azaz. És akkor visszavesszük magunkat tudom én, Masterre, vagy simán tornamentre, oké. Okay. Ja, nézzük meg így, hogy mennyire fogjuk bírni. Most miért máshol vagyunk? Átmehetünk ugyanabba a városba, teljesen mindegy. Mert... Ja, értelek. Jó. Tehát mindegyik városban ugyanazok a dolgok vannak meg. Mehetjük a következő riftet megnézni, hogy milyen lett a nehézség, és akkor utána elmegyünk bántizni? Uh-huh. Oké. Okay. Ha ez se elég, akkor még lejjebb rakjuk egyet. De ez most máshova megy, ugye? Hát egy másfajta. Mindig random, hogy milyen a dolog. Na menjünk, keresünk valami ízét, aztán nézzük meg, hogy... Menj előre, hogy nézd meg, hogy ha jön valaki, akkor azzal mit csinálsz? Fogynak? Hát, hogy kb. Semmit. Jó, akkor eljárt tesszük még. Hopp, ebből kiállunk. Jó, akkor még ez is magas, oké. Okay. Jó, ez is magas még. Eléggé. Oké, oké. Akkor lower difficulty, oké. Okay. Nézzük így. Ja, így menet közve lehet? Uh-huh, elmenetleg. Nézd meg, gyere. Igen, látom. Jó. A sima riffbe lehet váltani, a greater riffbe nem. Tehát ennyi a különbség például T1 és T2 között, tehát sok. Hát T1-ben nem tudtunk volna halad... De most masterbe vagyunk, nem T1. Mert lejjebb ettem, az előbb voltunk T1-ben, amikor bejöttünk, amit nem tudtam még megütni. Mhm. Uh-huh. Na jó, de itt damage-lelek. Itt igen. Neked hogy van ilyen magas paragon leveled? Hát úgy, hogy a varázslóval haladtam. Ja, hogy amit az egyikkel megcsinálsz, az a másikra is igaz lesz? Bizonyán. Jó, azt nem tudtam. Ebből a lézereket kikerüljük, meg különben benyaljuk. Bejárat. Igen, arra megyünk, az a második szintje a dungeonnek, vagy a riftnek, vagy hogy mondjam. És itt ugye az elitek dobnak ilyen narancsárga koponyás köröket, látod? Nem, de... Na azok, hogyha fölveszel egy olyat, akkor sokkal jobban nő a riftnek a kész szintje, vagy... Hogy mondjam, ez a sárga csík. Vágom. Na menjünk fel a...
De igen, itt már van legalább damage-ed, az is, az azért határozottan jobb. Hát ezzel meg mi van? Vigyázz, robban. De sokan lettek. Na, valahol itt erre. Hopp, én meg nem. Fatal damage-e megjött, de ne. Van HP-juk, na. Van. Ott van valami kék. Ott van. És ebből jöttek ilyen fejek. Igen. Mindjárt jön a Guardian. Ezt letoljuk és megjön. Vigyázz, Evenász az izébe hílelje. És menj át a formátba, és ezt úgy öljük meg. Nem dobott egy narancssárgát se. Jó, nem mindig dob, nem törvényszerűség. Igen, és innen? Vissza, TP. Vége a riffnek. Értem. Tehát ez egy. És akkor most megint kezdődik a kovácsolás. Igen. Amit összeszedtünk, az... Ja, lehet itt az, hogy a szürkéket... Igen. Kékeket... Igen, már lehet, igen. Azt nem tudom, hogy ez például... Menj el szintűd. Csak 69 szintű, de hogy például segít-e egy ilyen neked. Na, találtam egy jobb fegyvert. Az mi? Vedd fel, nézd meg, hogy jó-e neked. Hát így nem nagyon. Jó, nem. Nem erőszak a disznótól. Szétverjem? Nyugodtan, persze.
De mondjuk egy olyan szettitem, ami lehet, hogy megy volna, de csak 69 szintű neked. Úgyhogy... Már elkéstél. Jó, oké, miért? Nadrág... De te ott most mit csinálsz? A tiédet inspektáltam, hogy mi az, ami neked van, vagy nincs, vagy... Vagy ilyesmi. Értem. De nem tudom, hogy ez jó-e neked, vagy várjál, ezt nem is biztos, nem tudom, hogy fel tudod-e venni, vagy nem, nézd meg, fel tudod-e venni. Csak hogy tudod-e használni egyáltalán? Hát 1,2% damage plusz. Jó, hát az is valami. Milyen fegyvert használsz te? Egykezes, kétkezes? Hát most éppen kétkezes. Mikor, hogy? Mhm. Értem. És kétkezes, milyen faszomat használsz? Hát mi ez? Bard? Arra vagyok kíváncsi, hogy csinálok neked egy legendary itemet, azt fel tudod-e venni, vagy az soulboundos lesz? Ezt nem tudom. De hol van a csaj? Melyik az? Csaj? Itt van. Mert hogy közben jött ugye pont. Igen. És akkor mit tudom én? Legyen egy mystery helm. Ó, egy zöld helmet kaptam. Na. Nem tudom, hogy mennyivel jobb vagy rosszabb, de... Izé, és akkor jön egy kesztyű is. Az is jobb, mint ami van mondjuk. Szóval a zöld helm, most nem tudom eldönteni. Hát kicsit kisebb damage, nem tudom, hogy most ilyenkor mi van. Hogy kisebb a damage, de? Hát nagyobb a HP. Mert a több XP-t kapok a monsterökből. Van benne szakít. Hát a szakít az mindenféleképpen az azért, hogy... És mit rakok bele a szakítbe? Nem, kettő darab Death Breath kell még, hogy fel tudjam upgrade-elni. Jó. Én nézem, hogy mit kéne beleraknom a szakítbe. Helmet? Sisak, aha. Először is menj oda a javelinkhez. Ide. Tedd fel a legmagasabb szintre magát a javelert. Tehát, ha még kell, akkor tréningezd. Igen. Igen. És a lilából kraftold le a legmagasabb szintűt, amit tudsz. Lila. Lila. Hoho, az melyik lesz? Én nem... Jaj, egy lila színű gemből. Uh-huh. Egy darab ametiszt. Jó. Igen? Tiszted bele a helmetbe. 12% life, hát van ennél nagyobb gemem. Akkor tedd be azt, amelyik nagyobb gemed van. Ja, hogy itt folyamatosan upgrade-elünk? Mármint? Gemeket? Igen. Hát még 3-4 szintje van a gemeknek, amit még nem is láttunk, igen. Tehát most tudok, most csinálok egy darab imperiál ametisztet. Lila. Jó. És azt rakom bele, értem? Így van. Na most... Az a kérdés például, hogy ez jó-e neked, és tudod-e használni, vagy ne? Nem. Szerintem nem lesz jó, csak... Meg ez. Ezeket nézd meg. Nem. Oké, okay, jó. Az nem. Csak próbálkozom. Hát... Azt mondja, hogy nagyobb lesz a damage-em, de nincsen benne intelligence se. Jó, hát ahogy érzed. Hmm.
És itt most azt mondja, hogy bemehetünk Great Tariffbe is, az... Igen, mert már van két-három kulcsod, ugye, amit... Igen, és ez mitől jobb, mint a normál? Ott kapod meg az Epic Gemet a legvégén. Ott útközben nincsen loot, időre megy. A sima rift nem megy időre. Vaj, a Great Tariffben is ketten vagyunk? Persze. És hol vagy? Még egyenlőre itt. Neked craftolok egy itemet, hogy jó-e neked mindjárt. Ezt nézd meg, légy szíves. Hol vagy? Ott. Föl tudod venni, vagy sem? Nem. Nem tudod felvenni, ne? Miért is tudnád felvenni? Na jó. Akkor menjünk egy Greater Riftet, és visszaveszem a szintjét, mármint hogy... Mi az az Empowered Greater Rift? Hogy nem fogunk, rányomod, az plusz pénzbe kerül, és akkor azt mondjuk, hogy nem fogunk meghalni, és a végén plusz egyet többet tekerhetünk. Nincs értelme. Na. Oké. Okay. Accept? Ne, még várjál, most állítom be. Most accept. Oké. Okay. Na, és ez időre megy. Tehát itt viszonylag úgy vagy... Meglátom, folyamatosan jönnek. Ez most éppen szerencsés pálya. Szerencsés pálya nagyon most. Mert jó a mob sűrűség. Hát látod, hogy például a jobb oldalon a lila csíknál van egy, ami az időt jelzi, és, a, igen, és van igen, egy, ami igen. A miénk. Igen. Ja, értem, tehát... És itt is ugye viszonylag az eliteket keressük, mert az adja igazán jót. Van egy jó kis hely. Oké, jön egy elit. Oké, meg is feküdt. Hol van? Volt. Jön egy elit. Hol? Jó, hát úgy érzem, hogy az idővel nem lesz gond. Tehát, hogy itt az időre nem lesz probléma. Tehát a nagyobb gond téged lekövetni most még. Ott van még egy csinálja, ez a speed buff. Tika van. Ez ilyen gyors futós. Jó, ennyi, ez itt, igen. Megyünk a második szintre. Lejöttél? Nem. Nem jön. Na, most. Okay. De itt már mintha lettünk volna. Ezeket a vált... Van, mit tudom, én most mondok valamit, van 10 változat, és ezeket random keveri. Tehát lehet, hogy az egyes szint olyan, a második szint amolyan. Oké.
Hát jó, ez ilyen hentelés ezerre. Mi a fasz? Ez is egy buff. Elég OP. Ez a buff a javából kategória. Igen, következő szint. Srácod, most megint egy tök más helyen vagyunk, úgyhogy... Hát igen, itt cirkulálja a korábban már előfordult dolgokat. Igen. Mennyire, mindjárt jön a... Megjött a Lift Guardian. Mindjárt itt van lent. Ha alá tesz egy ilyen kis szart, akkor... És oké. Na és akkor oké. És akkor utána még nem mész vissza, hanem beszélsz itt a nénivel. És akkor azt fogja neked mondani, hogy megmutatja, hogy milyen gemek vannak. Kaptál egy gemet, arra rákatintasz, és utána meg, hogy elkezdett forgatni, hogy növekedjen a szintje, és látod a passzívját, hogy mégis mit ad. Az upgrade-re nyomkodok, igen, hogy forgatom? Igen. Igen. Ja, és akkor, akkor növeli. Uh-huh. Várj, azt mondja, upgrade failed. Igen, néha előfordul, mert attól függően, hogy hányas szintű riftbe vagy, és hogy, hogy mintet... De várjál, most... Ja, hogy azt oda bedobta hozzám, igen. Igen, és akkor... Valami gemet kaptunk, igen. Igen, van egy milyen gemet kaptam, milyen passzív egyébként. 20%-kal növelt sebzés 32 másodpercig, miután egy elitet megöltünk. Uh-huh, és annak mi a 20? 15% növelt sebzés elitek és elitektől 15%-kal kevesebb sebzést is kapok be, viszont valami rank 25 kell hozzá, az nem hát tudom. Hát ez, amit most tekertél fölfelé, ebből a 25-ös szintet kell megcsinálni. Tehát annyiszer kell föltakarni, és akkor kapod meg azt a passzívot, ami most még szürke. Értem. Tehát most csak a narancsárga van meg. Na, teleportálj haza majd a városba. Bezárom a riftet. Hol van a kovács? Ott. Itt van. Hopp, van nálam egy... Van nálam egy... valami legendás. Ami most jóval szarabb, mint ami volt. Oké, okay, és a legendását akkor be kell törni, hát, ugye? Ha mi a passzívja? Nincsen narancssárga passzív rajta. Nincsen. Akkor az, igen, akkor az nyugodtan törd be. Vannak olyanok, amiket nincsen, igen. Értem, hogy az így normális. Vannak ilyen, hát figyelj, különben nem lenne benne a lutri faktor, vagy hogy fogalmazzak. Jó, illetve nem, de ez van. Jó, és akkor most hova? Mihez van kedved? Mehetünk bountyzni, ott küldetés van. Mehetünk, legalább egy bountyt csináljunk végig, vagy megcsináljuk majd a challenge riftet. Na, ez még egy másik dolog. Hetente van egy úgynevezett challenge rift, ami a játék ad egy karaktert.
egy bizonyos build-el, egy bizonyos ruhával, egy bizonyos felszereléssel, és egy riftet kell teljesíteni megadott idő szerint. Ha teljesíted, akkor 15 darab crafting alapanyagot kapsz mindegyikből, mint a bountyból, tehát 5 perc alatt meg lehet csinálni, úgyhogy legyen egy időre elég crafting alapanyagod. Ezt is lehet ketten csinálni. Próbáljuk. Próbáljuk meg, oké. Akkor viszont annyit kell tenni, hogy live game. Live game. Igen. Mindjárt átállítom, csak ilyenkor még kell neki idő, hogy át... És mit állítasz át? A challenge riftet megyünk. Ja, hogy azt külön át kell állítani. Igen. Igen. És akkor elméletileg, most látod, ugyanolyan karakterrel vagyunk. Nem tudom, milyen karakterek ezek. Ez egy monk. Ez egy monk. Itt a tükörnél meg tudod nézni, hogy milyen a build-ed, mit csinál és hogy csinál. De elmondom én neked szívesen, hogy melyiket kell nyomnod majd. Mondjad. Okay. Bemegyünk a riftbe, nyomsz egy R betűt, az egy buff. R betűt? QWERTY. Akkor mi az utolsó spelled neked, ami nem az egér? Négyes? Hát négyes. Okay. Aha. Tehát a négyes gomb egy buff. Azt elnyomod, amikor bemegyünk. A bal egér gombbal egy olyan 20-30 yardon belül magadhoz rántod az embereket. Ezt csak egyszer nyomod el, oda rántod, és utána a jobb gombot, meg elnyomod utána a Q betűt, egyes, bocsánat, ne haragudj. Elnyomod az egyeset, ezzel lesz egy ilyen AOE körötted, és utána a jobb gombot nyomva tartod, mintha channelingeznél, de közben futsz. Mindegy, menjünk. Kell nagyon, mert nem fogom... Én már elfelejtettem az elejét is. Oké, mindegy, annyi a lényeg, hogy bemegyünk, megnyomod a négyest, aztán ha közel vannak, akkor az egyest, és a jobb gombra ráfekszel, a többit próbálom csinálni. Jó. És az elején nem állunk meg, hanem majd futunk, gyere, nyom meg a négyest. Oké. Egyes. Jobb klik, és jobb klikket nyomba tartod. És most futunk tovább, nem állsz meg, gyere, nem állsz meg. Egyáltalán nem állsz meg. Jössz tovább. Nem állsz meg. Abszolút nem állsz meg, mert különben baj lesz. Gyere. Nem tudom, hol vagy. Térképen látod, jobb fölül, ott, még egyet tovább, ott fölül jössz. Mindjárt jók leszünk. Itt van egy sáj. Oké. Okay. Én meghaltam szerintem. Mindjárt föl tudsz éledni. Hát, hogy ez így... Mindjárt föl tudsz éledni. Hát a testemnél is föl tudok éledni. Igen, ott föléledsz, így van. Oké, és én is meghaltam sajnos. Nem baj. Én nem értem, hogy most hova rohangászunk. Oda rohangászunk, hogy ez iszonyatosan időre megy, és 25 másodperces lemaradásban vagyunk. És ha nem csináljuk meg... Én... Igen? Azt értem, amit mondasz, de például hol vagy? Itt. De most hova rohantunk előre? Előre, ott volt egy buff, amit fölvettünk, amitől 30%-kal többet sebzünk, és elrohantunk, mert a legelején lévő... Én meghalok állandó jelleggel, vagy lesztanolnak, vagy nem tudom. Nem, ennyire erősek. Arrébb jövünk, mert ott a izé. Ez iszonyat, hát elszédülök. Oké. Gyere, itt meg van egy elit, azokat megcsináljuk. Gyere vissza, balra. Igaz. Meghalok állandóan. Azt se tudom, hogy nem, én nem értem, hogy ennek... Jó. Oké, akkor hagyjuk. Nem értem ezt a karaktert úgy, ahogy van. Oké,
meg kell érteni, mert addig nem tudjuk megcsinálni a riftet. Igen. Ezért mondtam, de amikor azt mondtad, ami, hogy jó, de felejtem, hát egy bal gomb, jobb gomb, 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös, 3-as, 9-es, hát én ennyi mindent nem nyomok, passzod. Soha. Jó, akkor megyünk vissza és bántunk. Ez teljesen esélytelen, hogy én ezt így ebben sorrendiséget lássak. Hát azért gyakoroltam egy karaktert 70 szinten keresztül, hogy legalább fingom legyen róla. Visszamegyünk és bántizunk lassabban. Ez meg itt pattog az emberek között, csak villogást látok, tasz. Jó, oké. Ez... Jó. Akkor itt hagyjuk, mert annyiban le vagyunk maradva időben, hogy nem tudjuk megcsinálni már, ugye? Akkor hagyjuk. Egyedül nem tudom megcsinálni, mert ketten vagyunk, dupla annyi a HP-juk. Akkor... Hát nem is állunk egy helyben már egy perc. Jó, azért mondom, hogy hagyjuk. Leave game. És akkor visszaállunk és megyünk bántizni. Nem tudok mit csinálni, tehát ha nem tudod, nem akarod, akkor nem tudom egyedül megcsinálni. Hát, de ebben mi a szórakozás, hogy pattogok és villódzik az egész? Ez egy ilyenfajta karakter. Ennek ilyen a spellje. Valami brutál. Tehát ne haragudj, de ez valami iszonyatos. Ez... Hát ha valami ettől rosszul lesz. És ez még nem az ugrálós verziója volt. Van olyan is. Villogást láttam, semmi más. Hallod? Hát és ebből neked fel kéne fognod, hogy mit csinálsz. Uh-huh. Hát ne haragudj. Hát valahogy én is felfogtam. Csökött agyammal. Na. Hát de nagyon gyorsan történtek a dolgok, hogy azt se tudtam, mi van. Na akkor. És akkor mondod, hogy megyünk. Na akkor ki. Hova? Azt se tudom, hol vagy. Én csak villogást láttam a képernyőn. Na. Tehát olyan helyre menjünk, ahol egy ember van. Akkor tudom, ki az ellenség. Okay. Akkor jobb klikk a fejemen és teleport to player. Hol? Az fejemen, jobb klikk. Ott egymás alatt vagyunk, és teleport to player. Oké. Okay. Tehát, hogy én ebben csak az üres hentelést látom, menjünk előre, azt mindenkit megölünk. Annyira tudtam, hogy nem fogok csípni ezt a részt. Én nem látom értelmét, tehát, hogy így... Jó, akkor meg nem tudom, hogy állunk időbe, letoljuk ezt az egy küldit, aztán csókolom. Tehát, hogy... Figyelj, itemeket nem dobnak. Tehát, hogy itt egy-egy güvecsér megy a harc. Mondtam, minél magasabb szinten vagyunk. Ezt például most dobta nekem, nézd meg, hogy jó-e. Egy százalék. Mondjuk van valami narancssárga, hogy 33%, vagy 43% damage reduction. Ja, de az nekromantánál csak. Uh-huh. Meg a bone spike. Hát ez fúj nekromata cucc. Hát mert nekem fiú. Dobta, most nem a mágussal vagyok. Ja, értem. Szerintem ezt vedd föl, mert ez neked jobb. Vagy hasznosabb, mert a te képességeidre ad bónuszt. Nem. Chamber a szenvedés kamrájába kell bemenni. Ezeket meg már viszonylag túl könnyen ütnénk. Igen. De itt nem lehet menet közben följebb rakni. Nem, följebb nem. Följebb nem lehet. Ja, lefelé lehet venni? Igen. Nem értem ennek a logikáját, de igen. Ja, jó, befelé, rossz helyre jöttünk, láttam, hogy volt egy út, ahol nem vettem észre. Bocsánat. Elnézést. Szóval, érted, én néha azt látom, hogy pókok szaladnak ki, és miért is, meg mi van?
Tehát ezeket én nem nagyon tudom elhelyezni hova. Itt túl olyan gyorsan megy minden. Itt pikpak végig daráljuk őket. Tehát, hogy ezek meg ilyen elhullanak egy pillanat alatt. Meg lehet magasabb szintre rakni. Ahogy érzed. Csak nehéz belőni, hogy pont jó legyen neked is, élvezetes legyen. De ne legyen az, hogy én rohanok előre. Hát egyelőre mind a ketten rohanunk most előre. Most ez rohanósabb, igen. És akkor itt lesz a boss. Bosszt leütjük. És itt mit kapunk ebből? Ebből még semmit, ebből csak XP-t és aranyat. Ebből kell megcsinálni 10-et, és akkor kapunk egy lootot. 10-et? Hát mit tudom én hányat meg kiszámolom, jó? Úgy érzem, rövid boss fightnak nézünk elébe. Igen. 2 millió XP, király. Na. És akkor ennyi lootot dobál? Igen, ez ennyi lootot dobál. Most visszamegyek a városba, te maradj meg itt nyugodtan. Átteleportálok a másikra. 1, 2, 3... De a városban nem kéne kiszórni a szemetet? Ha van nálad annyi, akkor gyere is szórd ki, persze. Bőven. Jó, hát gyere is szólt ki. Egyébként 4 ilyen küldetés van az akt 1-be, vagy hasonló küldetés. Ja, tehát, hogy értem, tehát, hogy... Aktonként van 5 küldetés. Na, ezt kérdeztem, hogy de te mondtad, hogy ebből 10, és akkor mi van? 5, akkor 5. Aktonként van 5, de mindegyik küldetés más. 3 boss van most ebbe az aktba, és ezek mindig változnak, a többi meg ilyen menj meg, keresd meg, takarítsd ki, ilyen. Na most például a Sethelmnél jobb, amit találtam. Ilyenkor mi van? Hát még nincsen set bónuszod. Úgyhogy még nem veszítesz semmit. Nem hajlandó fölben. Ja, azért nem, mert... Na jó, de ilyenkor a Sethelmet így félre rakom? Persze, azt elrakod ide a táskádba, ide. Hova ide? Mutatom, itt vagyok. Van egy ládikó, és az egy ilyen ládikó. És az... Ja, és akkor azt simán úgy berakom. Ha, és ezt az összes karakteret tudja használni, aki ebbe a szezonban játszik. Ez elég OP hangzik. Uh-huh. És ez a Legendary Gem, azzal mit kell kezdeni? A Legendary Gemedet be tudod tenni a One Gem slotod, akár a gyűrűbe, akár a nyakláncba. Értem. Hát jó. Mert hogy itt a gemek gyűlnek, mint állat. Azt is berakhatod a ládába, és akkor nem foglalja a helyet. Ja, mert nem gemelsz olyan gyakran. Így van. Jó. Oké, hova megyünk? Ja, várjál, megállunk. Jó. Megállunk egy pillanatra, elbúcsúzunk a nézőktől. Én most elszívok egy cigit a két felvétel között, és megpróbálom feldolgozni az information-t. Úgyhogy legyetek rosszak, sziasztok!